Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Az első kérdés, mi az ő gondolata, mit tervez? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ez a koporsó lehet egy örökösödési ügy is, ami most befejeződik, hiszen nakasza elvágja ezt az eseményt. Az is lehet, hogy szeretne valamit lezárni a múltból, és minden olyan hirtelen jön, amikor nem is számítasz rá. Az is lehet, hogy a koporsó jelenti az ő visszahúzódását, hogy sokáig nem jelentkezett nálad, de lesz egy fordulat, hiszen hirtelen újra előkerül, tehát keresi veled a kapcsolatot. Valamit le akar zárni, és lesz egy meglepetés. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Itt nagyon szép érzelmekről van szó, hiszen ez a lilium virág utal a tiszta érzelmekre, és a nap szintén ezt jelenti, hiszen a nap megvilágít valamit, kiderül az igazság, tisztázódnak bizonyos dolgok, szép érzelmekkel, jó gondolatokkal közeledik hozzád, de mielőtt lesz kapcsolat köztetek, szeretne még valamit lezárni a múltból. Milyen lépéseket fog tenni? Itt az utak jelentik azt, hogy útban van hozzád. Az utak azt is jelenthetik, hogy ő most döntéseket hoz, hiszen elgondolkozik azon, milyen irányba, hogyan tovább. És itt az egerek el tudnak valamit távolítani. Például azt, hogy eddig olyan csendes, visszahúzódó volt, vagy az egerek el tudnak távolítani egy irányt, és akkor lesznek változások. Az a fontos, hogy nagyon szép érzelmekkel közeledik hozzád, itt van a tisztaság, az igazság, tehát megbízhatsz benne. Mi fűz össze benneteket? Itt a hajó jelenti a reményt, vagy lehet egy utazás is, egy külföldi kapcsolat. Az is lehet, hogy a külföldön él és meglátogat téged, útban van hozzád. Vagy lesz egy meghívás, szeretné azt, ha te látogatnád őt meg. Itt ez az utazás, lehet egy közös nyaralás tervezése is, vagy lehet egy belső út, egy lelki kapcsolat, és valami elmúlik a múltból, itt az egerek eltávolítanak bizonyos dolgokat, mint például félelmeket, vagy bizonytalanságokat, útban van hozzád, itt a remény szép érzelmekkel közeledik. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rák!